Megjöttek a legfrissebb számok a magyar iparról, ma csak egy hitelintézet ügyét tárgyalja a bíróság, megszólalt az egyik elmeszelt ásványvízgyártó, és idén is adható iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, ez a Privát Bankár híradója, augusztus 28-án 10 órakor, én Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. Júliusban is emelkedtek az ipari termelői árak, átlagosan 0,5%-kal az előző hónaphoz képest. Az előző év azonos időszakával összehasonlítva ugyanakkor 0,3%-kal csökkentek. A feldolgozó ipari ágazaton belül a koksgyártás, kőolajfeldolgozás, vegyi anyag, termékgyártás, valamint a kohászat, fémfeldolgozás árai voltak a legnagyobb hatással az árnövekedésre. A munkáltatók idén is adhatnak iskola kezdési támogatást, most 30.450 forintot gyermekenként. Ennek feltétele, hogy a támogatásban részesülő alkalmazott vagy házastársa gyermekei után családi pótlékra legyen jogosult. Iskola kezdési támogatásként olyan utalványt adnak, amely az év végéig felhasználható tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlására. Az utalványt közvetlenül a pénztári fizetésnél kell használni, utána nincs lehetőség számla elszámolására. Az utalvány értéke több iskolás gyermek esetén többszörösződhet. Az Unicredit ingatlan leasing ZRT devizahiteles törvénnyel kapcsolatos keresetét tárgyalja ma a fővárosi törvényszék gazdasági kollégiuma. A múlt héten kezdődtek meg a perek, amelyekben arról kell dönteni, hogy tisztességesek-e a pertindító pénzügyi intézmény egyoldalú szerződés módosításai. A Magyar Víz Kft. Saját és független laborokban elvégzett vizsgálatai szerint a cég ásványvizei kifogástalan minőségűek, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által vizsgált tételeket ettől függetlenül kicserélte partnereinél. A hatóság a másfél literes kiszerelésű Aquita Zafir, Sagoaro Mize, a Pannon Aqua és a Sagoaro Pannon Aqua ásványvizeket vonta ki a forgalomból a héten. A kormány stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek a Safety Systems Hungary Kft.-vel. A Takata autóipari beszállítással foglalkozó multinacionális cég, amely a világ 20 országában üzemelte egy gyártó részlegeket. A társaságnak összesen 55 gyára van a világ több országában, alkalmazottjainak száma meghaladja a 36 ezret. Orbán Viktor miniszterelnök márciusban Miskolcon a vállalat új gyárának alapkőletételénél azt mondta, a Takata a kecskeméti Mercedes gyár fejlesztése óta az elmúlt 3 év legjelentősebb beruházását hozza létre az országban, és mintegy 1000 embernek ad majd munkát. A befektetők a vezető jegybankok lépéseire várnak elsősorban arra, hogy az Európai Központi Bank mikor és mennyire agresszív monetáris politikai intézkedésekre szánja el magát a pangóeuróvezeti gazdaság stimulálása érdekében. Ebből a szempontból útba igazíthatnak az eurozóna pénteken esedékes inflációs adatai, amelyek megmutatják, hogy mekkora mozgástere van az LKB-nak a további monetáris könnyítésre. Mário Draghi, az LKB elnöke a múlt héten egy bankárkonferencián jelezte, hogy a bank további gazdaságélénkítő lépéseket tesz, ha csökken az infláció az eurozónában. Noha globálisan a japán jegybank és a Fed irányítja a piacok hangulatát, most csak egyes, csak is egy bankra, az LKB-ra figyelünk, mondta Ivan Lukasz, az IG piackutató stratégája. A budapesti tőzsdén ma is alacsony forgalmat és kis ármozgásokat várnak az elemzők. Ez egyenlőre úgy tűnik beigazolódik, legalábbis a forgalmat illetően, ami egyenlőre nagyon alacsony. A BUX most 0,5%-os mínuszban van a vezető részvények közül, a Magyar Telekom és a Richter is 0,5%-os mínusz mutat, minimális pluszban van azonban a MOL, az OTP viszont 1,5%-os mínuszban van 1 órával a tőzsdenyitás után. A devizapiacra tekintve pedig még mindig 313 körül ingadozik az euró, most 313 forint 20 fillért kérnek 1 euróért, és 259 forint 60 fillért 1 svájci frankért a bankközi devizapiacon. 1 órakor lesz legközelebb élő híradó itt a Privát Bankár oldalán, addig olvassanak minket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.